Hát sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Gyors leszek. A tegnapi live során ugye beszélgettünk elég sokat fociról, és közben néztük az eredmények.com segítségével a Real Madrid Ajax mérkőzésnek az eredményeit. És hát többenten láttam, hogy az Ajax már rögtön az meccs elején 2-0-ra vezet, akkor utána 3-0, jó, ott kim volt a labda, tehát azt nem kellett volna megadni, hiszen kim volt. Tehát, és ugye abból volt a gólhelyzet, kint volt a labda, mindegy. De így most már azt mondom, hogy a Realon, tehát ez se segített volna valószínűleg. És a végén ugye, hát ugye a meccs vége felem ugye a Real még talált egy gólt, és utána akkor jött egy Ajax gól, és akkor illet végül 4-1. És hát igen, ez az, amikor megválsz a világ legjobb játékosától, és nem pótlod. Mert egy Gareth Bale nem elég, azt tudjuk nagyon jól. Egy Karim Benzema meg már főleg nem elég. Tehát fiatalokat meg nem hoztak, most ott van a Vinicius Junior, az ügyes gyerek, abból egy klasszis játékos lesz. De az a lényeg, hogy a Real kifingott, ugye elég rossz éve van amúgy is. Én Real Madrid drukker vagyok, de megmondom őszintén, nagyon, de nagyon örülök most ennek a vereségnek, mert szerintem ez egy olyan pofon, ami kellett a Realnak, mert mutatja, hogy menjek, hát ezt a csapatmunkát, gyerekek. Gratulálok. Hát te aztán, te hallod, a semmiért vagy itt töki. Hát baszki, ez nagyon bravo, gyerekek. Hát ez nagyon jó. Ő mutatja, hogy menjek, a másik megmutatja, hogy álljunk meg. Na mindegy. Hát ez barom jó. Ez a nap vicce. Szóval, visszatérve kicsit a eredeti témára. A Realnak ez kellett. Kellett ez a pofon. Solarit idehozták megváltóként, hogy majd ő mennyire jó lesz, és rögtön az első meccsét meg is nyerte, ami, ha jól emlékszem, egy királykupa mérkőzés volt, és másodrangú csapat ellen sikerült 3-1-re vagy 4-1-re nyerni, és utána is volt még egy győzelem, és akkor mondták, hogy hú, na, akkor most ez kellett a Realnak, és rendben jönnek meg ilyenek. És ugye meg is hosszabbították fel a szerződést, azt hiszem, tehát most ki fogják rúgni, biztos, hogy el fogják onnan paterolni. De hogyha ez az egész nincsen, akkor még akár az is lehetett volna, hogy jövőre is a Real Madrid edzője. Hát nem lesz. Ez garantálom nektek, hogy nem lesz. Kezdjük ott, hogy a Realban most kik kellenének. Fiatalok. Én emlékszem a 2006-2007-2008-as csapatra, ami a Ben Schuster féle csapat volt. Ha jól emlékszem, ekkortájt volt ő ott edző, ami hát Bajnokok Ligájában sikert nem ért el, de a bajnokságot kétszer is megnyerte egymás után, és olyan játékosokkal, hogy Arjen Robben, jó, akkor még jóval fiatalabb volt, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, három olyan játékos, akik 21-22 évesen már klasszisok voltak. Én azt mondom, hogy fiatal játékosok jelenének a Realba. Tele van olyan játékossal, aki már abszolút nem motivált. Ugye egyszer erről is beszéltem már a futballban, az a motiváció dolog, hogy ugye a spanyolok például úgy mentek ki a 2014-es VB-re, hogy egy olyan csapatot vittek el, ami már mindent megnyert, és semmi újat nem tudott nyújtani, hát ki is estek a fenébe. És most azt veszem észre, hogy a klubcsapatoknál is, hát történetesen a Realnál is ez van, hogy olyan játékosokkal van tele, akik már mindent megnyertek. És egyszerűen valahogyan így, a tudatalattiukban nincsen már motiváció. Tehát nincs, ami motiválja őket arra, hogy igenis hajtsak. Úgyhogy őket szerintem el kéne passzolni. Tehát én azt mondom, hogy Modricot bármennyire is szeretem, egy nagyszerű játékosnak tartom, szerintem őt el kéne passzolni. Karim Benzemát is nagyon durván el kéne passzolni, szerintem egy pár milliót azért megér, tehát lehet, hogy ide a Vidibe még beférne jelenleg. Aztán kit? Hát most ugye azt mondják sokan, hogy Sergio Ramos, ugye ő nagyon hiányzott a brigádból. Ebben van igazság, de kéne oda egy nagyon tehetséges fiatal védő.
középső védő, sok játékos kéne, nagyon sok játékos kéne a Reálba, és közben a kamera is leesik, nem tudom, hogy miért, pont megfogtam, jó, rendben van. Szóval igen, ez kellett a Reálnak. Most azt mondják, hogy Mourinho jöhet, hát nagyon sokan, amikor beszéltünk erről a live-ban, hogy Mourinho mehet vissza a Reálba, nagyon sokan nem örültetek neki. Én azt mondom, hogy ha teljesen szabad kezet kap, és teljesen a képére formálhatja a csapatot, akkor abból jó csapat lehet. Hogy a Manchesternél ez annyira nem volt meg neki. Tehát a Unitedben ő nem fél, teljesen más rendszer szerint dolgoznak, teljesen más az arcpoétikájuk, hogy úgy mondjam. Én azt mondom, hogy ő beválhat. Aztán ki tudja, lehet, hogy ugye, vagy nem tudom, akár Pochettino, vagy tököm tudja, meg mondtak egyébként mindent. Mindenféle edzőt ismételgettek, vagy említettek már korábban is. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a Reál évének annyi nyista, hát a sajtó szétszette a Reált most. Tehát, hogy mekkora egy szar lett az egész. Hát ugye 2-1-re nyertek Amsterdamban. Hazai pályán meg 4-1-re kapnak ki. Egy teljesen demotivált csapat. Egy fáradt, egy mentálisan fáradt csapat. Jó, ne felejtsük el, hogy most volt két nagyon kemény Barca meccsük, ami hát Barca elleni vereség az valószínűleg nem volt nekik segítség most ezen a meccsen. Hát nem tudom. Én mondom, én szerintem fiatal játékosok kellenének, nem is egy, akik tele vannak motivációval, és még azt sem mondanám, hogy egy Hazard kéne oda, mert már ő is abban a korban, mondjuk ő még nem nyert Bajnokok Ligáját, ha jól tudom. Tehát lehet, hogy már annak a csapatnak pont tagja volt, tanul, nem, szerintem pont nem. Szóval mindegy, fiatal játékosok kellenek. Kellene egy nagyon jó befejező csatár, támadó, minden, oda minden is kéne. Aztán majd meglátjuk a további eredményeket, hogy például a Juventus mire fog menni majd az Atletico Madrid ellen. Na mindegy, ennyit szerettem volna ebben a videóban, a Reált nagyon csúnyán elverték, és mondom úgy, hogy Reál szurkoló vagyok, én azt mondom, hogy ez a pofon kellett, mert hosszú távon ez kifizetődő lehet. Ennyi. Tehát, hogyha most tovább jutottak volna, mondjuk egy 1-0-val, hát akkor még jó, akkor bizalmat szavazunk ennek. Ha esetleg Benzema rúgta volna azt a gólt, hogy hát ebből is látszik, hogy Benzema annyira nem jó, nem rossz játékos. Persze. Na mindegy, köszönöm szépen, ennyit szerettem volna ebben a videóban.